Most szeretném átadni a szót Szabó Dánielnek, a cimbalmosunknak, aki egy nagyon szép szólót fog eljátszani. Megpróbálok egy nagyon szép cimbalom szólót eljátszani. Az anyag, amit fogok játszani, az soproni dallamok lesznek. Ugyanis Sopronban készült egy nagyon fontos gyűjtés, mi pedig Lajta László volt az, aki ezt elkövette az 50-es években. Ő talált rá az ottani étteremben játszó Tendül Pálra, aki kor egyik híres cimbalom művésze volt, és a fiaival játszott ott minden nap az étteremben. Mégpedig olyan dallamokat, melyek nem is annyira népzenei eredetűek, inkább műzenei eredetűek, és ezeket a dallamokat Lajta László még kipótolta odahozott kottákkal, amit ez a zenekar betanult, és ebből lett egy olyan anyag, ami ilyen kissé megidézi Petőfi korát, tehát azt lehet mondani, hogy talán így szólhatott a városi cigány zene, kicsit népzenében fűszerezve abban az 1800-as években, hogy most ebből mutatunk egy kis ízelítőt.